Elütött állat totálkáros autó. Manapság egyre több ilyen videót lehet találni az interneten. Az elmúlt években ugyanis megnövekedett a vadgázolások száma. A szakértő szerint ez több mindennek is köszönhető. Az egyik ok, hogy a turisták nem csak napközben és nem csak a kijelölt utakon kirándulnak az erdőben. Hát menjünk időbe haza, és ne 5 órakor reggel menjünk ki az erdőbe fejlámpával, mert az nyilván minden élőlény zavar. Tehát lehajtja a etető helyekre, vizes élőhelyekre, nem kell mindent bekerékpározni. Tehát azért, mert egy utat megcsinálunk, kiteszük a kamerát, 3-4 órán belül valaki már felfedezte és megy rajta. Tehát félelmetes a nyomás. A vándorlás másik oka az asszályos időjárás. Kiszáradtak az itatók, az évtizedes dagonyák, ezért kelnek útra az állatok. Az elkövetkezendő időszakban még fokozottabban kell figyelnie a sofőröknek az utakon, hiszen megkezdődött a szarvas bikák bőgése. Ilyenkor az állatok jóval aktívabbak, alapvető óvatosság, veszélyérzet és körültekintés nélkül szaladhatnak ki az úttestre. A veszélyt tovább fokozza, hogy a szarvasok általában kisebb csoportokban mozognak, így ha látunk az úton elsőt állni egy vadállatot, valószínűleg követi őt egy másik is. Nagyon megszaporodott nálunk is a vadelőtések száma, pedig próbálunk kellene tenni. Tehát általában ezeket a frekventált helyeket két hetente le vadriasztózzuk, illetve vannak kint csipolóink, elektromos prizmák, az elsők között voltunk az országban, akik kihelyezték próbaképpen a 90-es években, és egy komoly szakaszon van villanypásztorunk is, amivel védekezünk. A szakértő elmondta, hogy aki sűrűn jár autóval ilyen útszakaszokon, érdemes vadriasztó síppal felszerelni a kocsiját, hiszen az a menetszél hatására olyan frekvencián sípol, amit az emberek nem hallanak, de az állatok a hanghatására megtorpannak az útszélén. Ezzel a balesetek nagy része elkerülhető lenne.